Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Ferenc pápának egy videó üzenetét szeretném itt is önökkel megismertetni, illetve annak egy részét és annak néhány vonatkozásáról tájékoztatni önöket. Ferenc pápa áprilisi videó üzenetében a földművelőkért emel szót, azokért az emberekért, akik arcuk verejtékével keresik meg a kenyerüket. Azt mondja a pápa, idézem, a föld Isten ajándéka. Nem igazságos, ha ezt az ajándékot csak kevesek javára használjuk fel, megfosztva a többséget jogaiktól és járandóságaiktól. Szeretném, ha elgondolkodnál ezen, és hangod egyesülne az enyémmel ebben az ima szándékban, a kisbirtokos gazdálkodók értékes munkájukért jussanak igazságos jövedelemhez. Eddig az idézet. Az üzenetben a pápa többször köszönetet mond a kistermelőknek a munkájukért. Magyarul legtöbbször kisgazdálkodónak hívjuk azokat, akik munkája valóban nélkülözhetetlen az egész emberiség számára. Körülbelül 500 millió ember van, aki kisgazdálkodóként dolgozik a földön. A rohamos urbanizáció és a mezőgazdasági nagyüzemek terjedése ellenére a mezőgazdaság világméretét tekintve továbbra is a kistermelők kezébe van, ám a helyzetük egyre rosszabb. Ezért kér a pápa számukra igazságos jövedelmet, rendes megélhetést. Mindnyájunkhoz szól Ferenc pápa felhívása, és mit idézem, nem igazságos, ha ezt az ajándékot csak kevesek javára használják fel, megfosztva a többséget jogaiktól és járandóságuktól. Nem csoda, hogy egy argentin származású pápa szívügyének érzi a kistermelők helyzetét, itt ismerjük, milyen folyamatok játszottak le ott a mezőgazdaságban, a kistermelők tönkrementek, és a nagyvárosok külvárosaiba kellett vándorolni. Ángyán József korábbi államtitkár számtalanszor figyelmeztette az Orbán kormányt arra, hogyha a jelenlegi folyamatok tovább folytatódnak, akkor hamarosan 200-300 érdekeltség fogja a magyarországi földterületek nagy részét uralni, ami már a dél-amerikai modellhez hasonlatos, a latifundiumok modelljéhez. Szerinte a nagybirtokosok szó szerint el fogják üldözni az embereket a földről, kis településekről, és a monokultúrás, agyonvegyszerezett, fenntarthatatlan gazdálkodást honosítják meg. Közösségek elhagyják őseik földjét, és megjelennek a nagyvárosok környékén, ahol gettók jönnek létre. Magyarországon a 2015-ben bevezetett új támogatások, szabályok egyenlőre nem tették sokkal igazságosabbá az elosztási rendszert. Ismét a felső 10% kapta meg a támogatások 76%-át, míg a támogatások 12%-án osztozott a pályázók 80%-a. Nyilván, hogyha egy átlagot veszünk, még ki is lehet azt hozni, hogy ez valamiféle közepes arány, de amikor megnézzük ezeket a számokat, ezek bizony nagyon beszédesek, főleg azokat a rekordméretű gazdákat, például Csányi Sándort, aki 25 ezer hektáron, Leistinger Tamás, aki 26 ezer hektáron, Zászlós Tibor, aki 9 ezer hektáron, és Mészáros Lőrinc, aki 5400 hektáron gazdálkodik. Az élelmet adó termőföldet nem lehet pusztán egy hasznot hajtó, kizsigerelendő árucikknek tekinteni. Nem engedhetjük meg, hogy a föld a gazdagok értelmetlen haszon utáni vágyának legyen alárendelve, hogy az emberiség az egyes emberek jól léte helyett kevesek értelmetlen gazdagságát szolgálja. Magyarországon a földbirtok rendszere a nagybirtok túlsúlyától szenved, a föld birtoklása az azután lehívható támogatások, a jó befektetés, a garantált pénzügyi haszony miatt fontos a jelenkor földes urainak. A magyar kormány a földbirtok koncentralizáció kormánya, intézkedéseik politikája nem a kicsiket és a gyengéket védést támogatja, hanem annak ad mértéken felül, akinek nincs rá szüksége, és attól veszel, akinek létfontosságú lenne a talpalatnyi föld. Azt gondoljuk, hogy a magyar kormánynak amennyiben ezeket a keresztény értékeket fontosnak tartja, meg kellene hallania a pápának a szavát, és nem csak meghallani, hanem ezt tettekre is váltania kellene, és ennek fényében szerencsés lenne, hogyha birtokpolitikáját újra gondolná, illetve visszahelyezni arra, amit korábban hirdetett még akár Ángyán József szavai által. Sajnos
nem ebbe az irányba halad jelenleg a kormányzat. Reméljük, hogy ezek a szavak eljutnak hozzájuk, és változtatni fognak ezen. Köszönöm a figyelmüket!